Az előttünk álló hét pünköst hétfővel kezdődik, június 20-ától 26-ig tart. Pünköstkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, illetve ez egy konfirmációt, megerősítést is szimbolizál, mégpedig a hit megerősítését. Ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy miben hiszünk, mit hiszünk el, milyen a hitrendszerünk. A fő inspirációnk egy eredménylap ismét, úgyhogy megint valami felé haladunk, mégpedig a felülemelkedés. Ez a hit szempontjából nagyon izgalmas és érdekes is lehet. Magasabb nézőpontba kerültél, és már onnan szemléled a dolgokat. Van a rendkívül dogmatikus hit, amikor az ember mindent elhisz, vagy semmit nem hisz, ez a két véglet. És van az a hit, amikor elég rugalmas a hitrendszerem ahhoz, hogy nyitott legyek, és akár módosítsak rajta, de közben szilárd is. De már más nézőpontból hiszek és szemlélem a dolgokat. Ezen a héten érdemes lesz megfigyelnünk, hogy mennyire tudunk felülemelkedni, és a békafeneke alól nézzük a dolgokat, inkább itt mutatom, vagy egy magasabb nézőpontból. Ami a leginkább visszatarthat minket, az a bizalomhiány. Ugye ez felülemelkedés hiányából is adódik, hogy egy beszűkült, alacsony rezgésű állapotból, nézőpontból gondolkodom, megtört benned a bizalom, nehezen vagy egyáltalán nem tudsz bízni. Tehát vagy túlságosan bízol ott is, ahol nem kellene, ahol érdemes lenne utána nézni, vagy túl könnyen bízol, egyik sem jó, milyen benned a bizalom. Talán emlékszel, ha bizalmat akarod erősíteni, akkor fújt ki teljesen a levegőt. Mert ez az ősbizalom. Bízol benne, hogy lesz még. Mert a légzés tart életben. A női klubban szeretek légzéstechnikákkal dolgozni, mert nagyon sokat segítenek, és végtelenül egyszerűek. És nem kell túl bonyolult dolgokkal megoldanunk az amúgy is bonyolult helyzeteinket. Ami előre vihet minket, az a felismerés ereje. Mit kell felismerned még ebben a helyzetben? Ezt amúgy is gyakran érdemes kérdezgetni, de ezen a héten még fontosabb lesz. Mennyire tudunk felülemelkedni? Hogy vagyunk a bizalommal? És mi az, amit még nem ismertünk fel? Mindig lesz olyan, amit még fel kell ismerni. Mi az, ami most aktuális, amivel most dolgunk van? Ha mindenre odafigyelünk, akkor az eredménye lendület lesz. Eltaláltad azt a pillanatot, amikor új erőre kaphattál és jól használhattad. Nájus úgyis a megújulás, a kiáradás, itt is nem csak a Szentlélek eljövetelét, hanem kiáradását is ünnepelhetjük. Amikor lendületben vagy, akkor áramlanak a dolgaid, nem csak sodrodnak. És ha mindezt egy magasabb nézőpontból felülemelkedve tudod megélni, az egy áldás. Szép hetet kívánok!